Na! Hogy valami kis pedaszterű? Nagyon szorít ez a rohadt gipsz csizma. Mit akar ez TK alapon, szalamander cipő? Na, ketteske, hogy vannak az idegei? Nagyon jó vannak, csak nem tudok aludni. Miért nem vesz be altatót? Mert ha altatóval alszom, mindig azt álmodom, hogy nem tudok aludni. Hát lehet összerakni engem ilyen alakokkal. Csak nem képzel, hogy maga miatt az egész kórház üzemelni fog. Örüljenek, hogy nem dobtuk ki magunkat szilveszterre. Hogy összerakták az összes beteget ebbe a kórteremben, még csak hagyján, de ez a társaság, ez a nívor aluli ellátás. Hát akkor mit szóljak én? Maga meg örül, hogy egyáltalán valóban be tudtuk gyömeszelni. Na és ott az a szabad ágy. Az a kórházunk egyetlen független beteg ágya. Brinkman professzor látná, és hogy lehet ilyen ronda, guztustalan festményt felakasztani a tálalóra? Az nem kép, az falitikő. Atya úristen, én itt beázok. Helye hármaskoma, megint bevizelt. Hát nem használt a nyugtató, amit adtam. De nagyon itt volt már. Na de bepisít. Na, itt érdekel. Na jó, akkor kiugrom, s hozom a finom ünnepi vacsorát. Addig is szépen vizelkedjenek. Kérem, itt akkor hogy engem ide befektettek az ágy alá. Nekem a kultprögyiben külön szobám volt, kérem, részt vettem a föld alatti mozgalomban. Akkor most legyen úgy, hogy részt vesz az ágy alatti mozgalomban, és én vagyok a felső kapcsolat. Maga folyton nyafogott lent, pedig lehet, hogy nincs is semmi baja. Nekem? Az epémben kő, a vesémben homok, a gerincemben méz. Én teljesen el vagyok fásulva, hát maga mit csinál az éjjelben? Építkezni. Ketteske, maga miért van itt? Idegi alapon megharapott egy kutya. És kifertőtlenítette? Sajnos nem tudtam utolérni. Az ember nem lehet eléggé óvatos. Én például csak kiszálltam az autómból, és mégis eltört a lábom. Hát hogy szállt ki? A szélvédőn keresztül. Engem sajnos műteni kell, idegi alapon. Az jó. A szerencséje van, a doktor Mészáros doktor fogja műteni. A remegős? Meg úgy reszket a kez, hogy a műtőasztalon fölébred a beteg. Az képes, hogy nincs villany a műtőben, egészen jól operál. Atya, anyám, sötétbe fognak műteni? De mindegy az, mert a doktor Mészáros doktor egyébként is mindig otthon szokja felejteni a szemüvegét. Nem tudom, hogy az agyikus valaki mindig benhagy valamit a beteg hasába. Igen, mert kicsit szórakozott szegényként. A múltkor is belevart 300 kopogtató cédulát az egyik páciensbe. Mindig azt keresik a fideszesek. Egyébként kiváló sebész. Maguk aztán jól meg tudják nyugtatni az ember. Idegi alapon. Na most aztán elég legyen. Én állampolgárhoz méltó elhelyezést követelek. Én kérem, 40 éven át böcsülettel helytálltam. Én alulról jöttem, kérem. Mit elégedetlenkedik? Most is ott van. Kérem, 1945-ben megmondtam az orosz városparancsnoknak, hogy utálom a Beiglit! Kolgatkák, itt a finom ünnepi lakoma! Utálom a Beiglit! Hagyjon neki Beiglit, attól van mérgezése. Na jó, kutya arra pár. Szörnyvel, bevegyük infúziózba! Ott van egy utas! Hol vagyok? Kórházban. Úristen! Akkor én szalmonellás bort ittam. Hogy mondjuk, szalmonellás jó ember? Az alkohol azonnal elpusztítja a nem kívánatos élőlényeket. Na nem mondja, Cezárkém. Az anyósom reggel libott és még mindig él. Hogy a Cezárkém? Megszondáztatták már magát? Honnan van magának szondája? Megfújtam egy rendőrtől. Úristen, mekkora nő! Most hova hoztak engem? Kórházba vagy cirkuszba? Légyelje magát, ennyire lerészegedni! Na, elég baj nekem, hogy részeg vagyok. Magát is duplán látom. Na, szépen levetkezünk. Jesszusom, maga is!
Na, lássuk csak! Na, miért? Teljes leszel elég? Ilyen alakokkal együtt. Szégyeli magát ennyit vedelni? Nekem olyan a torkom, mint a libelló. Nem ereszti át a vizre. Mi van, Hausikál, mi van? Olajat cserélünk? Ne mondják az ember pihenni. Én paraszt teszek az ügyeletes orvosnál. Hol él maga ötöske? Tudhatná, hogy jól másodikáig orvos csak lázálmába találhat. Jaj. Nem kell folyton idegeskednünk. Nem is vagyok én ideges. Én már megmondtam annak idején a Rákosinak is, hogy... Utálod a Bájgli! Olyan melyik orvos a jobb, a Fuchsberger, Steinerszki vagy a Mészáros? A fogam élre, a Mészáros. Miért? Mert az könnyebb kimondani. Én nem maradok itt az ágy alatt. Kérem, rehabilitációt követelek. Faxnizi kisapám, miért nem mondja, hogy kacsát akar? Nincs bátorsága kimondani? Nekem nincs bátorságom, aki már a köztársaság kikiáltásakor is bekiabáltam, hogy... Utálom a Bejgli! Mert átprogramozva. Aki rossz fiú lesz, azt odaszíjazom a tévészobába. Inkább grizzunk, nővérke. Elvégre egyszer van szilveszter. Csizmát, kisebb a barát, szeret is az egyen igazán. Ha maga így tud bokázni? Miért ne tudnék? Hát nem a bokám tört el, hanem a lábam. Csizmát, kisebb a barát. Egy kis lambada! Zatok csak bulizatok. Én már rég megírtam a parasztos levelet a miniszterelnöknek, hogy... Szeretem a Bejglit!